A várkastély, nyugati tetőfelület, bádogfedés cseréje, akadálymentesítése, a vízikapu felújítása, a Veresbástya leromlott szakaszának helyreállítása valósul meg, és megépítik a Rákóczi Látványtár és Látogatóközpontot a Sárospataki Rákóczi Várban, a Nemzeti Várprogram keretében. Füzéren a vár második ütemes helyreállítása történik meg, mely magában foglalja a déli palotaszárny, a lőréses bástyafal, az északkeleti várfal és a várkert rekonstrukcióját, illetve szabadtéri színpad készül. A Füzér-Radványi Károlyi kastély külső és részleges belső felújítását végzik el, megvalósul a kastély környezetének részleges helyreállítása, és új turisztikai attrakciók jönnek létre. Az elmúlt időszakban minden nemű olyan kulturális lehetőséget igyekeztünk kihasználni a Füzér-Radvány Károlyi kastély irányába, ahol talán ezek a kulturális rendezvények is generálták azt, hogy ez bekövetkezhessen ennek a megvalósítása, a megújulási ideje. A három zempléni műemlék helyreállítására összesen 5,6 milliárd forintot fordítanak Európai Uniós és hazai forrásokból. A projekt célja a kastélyok, várak kulturális tartalmakkal, modern funkciókkal való ellátása, amelyek hosszú távon önellátóvá teszik az épületeket. A Nemzeti Kastély és Várprogram egy olyan egységes turisztikai desztináció lesz, amely az ország épített örökségének a reprezentálásán kívül természetesen olyan turisztikai szolgáltatásokat nyújt, amelyek Nyugat-Európában már megszokottak. Itt kiemelt jelentősége lesz az erős kiállítási tartalmaknak, ezeknek a 21. századi módon történő átadásának, az ismereteknek, tabletes vezetés kerül kialakításra, és a levéltári forrásokon alapuló hiteles kutatási eredményeket közérhető formában ismerhetik meg a látogatók. A műemléki beruházások a térség idegenforgalmi fejlesztéséhez és munkahelyteremtéséhez járulnak hozzá. Feladatunk az, hogy Abó és Zemplén idegenforgalmába úgy tudjuk bekapcsolni, felújítani és hasznosítani ezeket a történelmi örökségi épületeket, hogy munkahelyeket teremt, hogy a turisták számát alapvetően megemeli, és ezzel az itt lévő polgároknak a megélhetését segíti elő. A Füzéri Várban és a Füzér-Radványi Kastélyban 2017 nyarán kezdődhet a beruházás, a Sárospataki Rákóczi Várban a jövő év második felében kerül sor a munkálatok elindítására.